Karcagon lépett fel Kassa Tibi, nyári úszásoktatás Karcagon, sokba kerül a beiratkozás, ifjúsági sporttalálkozó. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. augusztus 9-én 18 óra 5 perckor. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programon lépett fel Kassa Tibi. Vele beszélgettünk a nagy átalakulásáról, a terveiről és a jótékonykodásról. A rajongók közül nem volt egyszerű behozunk Kassa Tibit, hiszen nem első alkalommal jár már Karcagon. Szeret Karcagra jönni? Abszolút, nagyon-nagyon jó emlékeink van. Pont idefele beszélgettünk a bátyámról, hogy mi is volt valami birka, de több rendezvényen voltam, volt szépségverseny, volt valami birkabárány fesztivál, nem emlékszem pontosan mi volt, de hogy sokszor voltunk és nagyon-nagyon kedveljük, és egyébként most is nagyon vártunk, gyönyörű utunk volt, szép időnk volt, tündéri közönség van, remek idő, úgyhogy mi kell még, úgyhogy alig várom a koncert és csinálunk egy jó bulit. És milyen volt az első koncert így a Covid után? Tehát nagyon készültek rá, nagyon várták, és a közönség az hogy fogadta? Tök őszinte leszek, kettős érzéseim vannak a Covid utáni koncertekkel kapcsolatban, mert én azt gondolom, hogy én talán hálásra vagyok bizonyos értelemben, mint talán sokan. Tehát én azért azt látom, hogy az emberek újra természetesnek vették azt, hogy van életünk. És én szerintem hálásabbnak kéne egy picikét lenni, és úgy tekinteni a jövőbe, hogy ki tudja, hogy meddig van. Úgyhogy én azt látom, hogy persze az emberek ott vannak és élvezik, de nem látom azt az eufóriát, amit én gondoltam, hogy látni fogok majd a koncerteken, hogy minden embernek a kezelába a magasba van, és boldog, hogy kint lehet. Én mindig ilyenkor egy picikét aggódok, tudod, hogy biztosan elég hálásak vagyunk érte, szóval jó Isten ne lássa, hogy így becsüljük meg azt, hogy visszakaptuk az életünket, hogy már ott vagyunk, és már egy kicsit unatkozunk a színpad előtt, mert most akkor nekünk most hirtelen egy szabad időnk van. Szóval én borzasztóan boldog vagyok, iszonyan hálás vagyok érte, hogy van újra egy picit életünk, családommal próbálok tényleg minél többet menni, kirándulni, együtt lenni, és az embereknek is ezt tanácsolom, hogy becsüljük meg, amíg tart, mert azt gondolom, hogy látva a környező országokban, hogy mi történik, ez a hirtelen jött szabadság, attól félek, hogy hirtelen véget is fog majd egyszer érni. De ne legyen igazam. Ne legyen igazam, és azt gondolom, hogy a gyermekének azért ez a otthonlét, hogy többet volt otthon, ez az mindkettőjük hasznára válhatott, hiszen jobban megismerték egymást. Mi volt az, amit mondjuk először csinált a gyermeke, amikor otthon volt, és örült, hogy részese lehetett? Minden. A gyerekem életében minden tekintetben kivettem a részemet, tehát igazából nekünk jobban megismerünk nem kellett egymást, az első pillanattól, én nem egy ilyen vasárnapi apuka vagyok, az első pillanattól kezdve mindent csinálok, és iszonyan apás is a gyerek egyébként. Szóval a feleségemmel mi totális megosztásban viszünk mindent, tehát nem volt olyan folyamat, amiből én kimaradtam volna, én ugyanúgy keltem éjjel, én ugyanúgy vittem, amikor pici volt is mentünk már bandázni, babakocsival, kézbe, tehát nekem megismerkedni, hál' Istennek, nem a Covid alatt kellett a gyerekemmel, de az tény, hogy sokkal többet voltam otthon, és most egyébként, hogy egy picikét az üzleti élet újra az ember beszippantott, és most is fantasztikusan sok időt töltünk együtt, tehát, és minőségi időt, de látom, hogy már például most, hogy elindultam koncertezni, mondja a gyerek, hogy apa ne menjél, én is jövök. Tehát, hogy neki ez, hogy ilyen, tényleg ez a Covid baba, aki abban töltött időt, és ebből a szempontból áldás is volt az idő, hogy tényleg még sokkal több időt töltöttünk, teljesen hermetikusan együtt családként, de most is erre nagyon-nagyon figyelünk, úgyhogy nem változik ez gyökeresen, és amúgy olyan terveink vannak családként egyébként, hogy egy picit két laki élet irányába gondolkozunk, ahol még inkább egymásra leszünk utalva, úgyhogy a gyerekem nem fog hiány szenvedni sem Covid alatt, sem Covid után egyik szüleiben sem. Az utóbbi két hónapban azért jelentősen átalakult, hiszen láthatólag kívülről is látszik. Belülről ezt hogyan élte meg? Mi volt ez a pont, amikor elkezdte, hogy na, akkor most nekem muszáj váltanom? Ezt elmondtam több helyen, hogy alapvetően az volt egy utolsó lökés, hogy egy hármas szintű zsírmáját diagnosztizáltak nálam, ami alapvetően a nagyon komoly alkohol problémákkal küzdőknek egy tünete, vagy egy problémája, és úgyhogy én nem iszom. Tehát ez egy elég aggasztó dolog volt, ez alapvetően a kövérséggel és a helytelen táplálkozással függött össze. És hát nyilván azért az embert megijeszti, tehát azt tudja, hogy ez nem jó, hogyha már jött bekakukkol. Tehát és az van egy két és fél éves gyerekem, akit jó lenne még látni leérettségizni, meg nagy Isten férjhez adni. Úgyhogy ez egy nagy lökés volt, és akkor közben kifejlesztettem, meg kialakítottam olyan saját diétát és egy olyan saját termékcsaládot, ami az én sikertelen diétáimnak a tapasztalataira alapozott,
és próbáltam olyan dolgokat beletenni, hogy én nekem mi volt, ami nehézséget okozott, mi volt az, ami nem ment, mi volt az, amiért feladtam mindig, és azokat kiigazítottam most ebben, és így alakult ki a saját módszer. És lelkileg is rengeteget változtam, tehát egyszerűen az, hogy nincs ez a hashúzás, nincs a szorongás, nincs a egyszerűen magabiztosabb, egyenesebb az ember, vagy olyan... Bátrabban mert tükörben nézni? A tükör is nyilván jó érzés, az is persze egy hálás dolog, hogy XL-es vagy XXL-es fiúból, most én ez a póló, amit állok előtted, ez egy MS póló, ez egy jó érzés. De inkább azt mondom, hogy lelkileg és magabiztosságban annyira kottázni lehet a különbséget, hogy az ember a kommunikációban, akár jobb műsorvezető lettem azáltal, hogy egy nagyon nagy adag szorongás, amit elviszi az energiáidat, meg hashúzás, meg jaj, most hogy nézek ki, az úgy nincs, és az ember úgy büszke arra, hogy odáll a kamera elé, vagy odáll egy beszélgetésbe valaki elé, akár most elé 30 centire. Úgyhogy ez jó, külsőleg is, belsőleg is egy fantasztikus átalakulás, és borzasztóan hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt 43 évesen még végig tudtam itt csinálni. Akkor a szerencsekerék is, ez így most önnek kedvezett ebből a szempontból? A szerencsekerék is egy plusz motiváció volt, hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem. És abból a szempontból is örülök, hogy a szerencsekerék alatt még azt is ki tudtam próbálni, hogy mennyi energiám van. Mert napi 3 adást vettünk föl, 10-12 óra forgatás. Hát igazából 10-12 óra forgatás végigcsinálni, úgyhogy az ember nincsen jó energia, szinte nem ment volna. Ma a Magyarok Kenyere ünnepére érkezett ön a záró program, amit nagyon sokan várnak, ez egy jótékonysági rendezvény. Úgy tudom, hogy ön is szeret jótékonykodni. Nagyon sokat jótékonykodunk a feleségemmel. Egyetlen egy szabály van nálunk, hogy soha nem úgy jótékonykodunk, hogy az valami szereplés legyen, és soha nem ünnepeltetjük magunkat semmilyen fajta adományért. A Covid alatt is rengeteg kórháznak, rengeteg alapítványnak adományoztunk, segítettünk ténylegesen, ezt ők is tudják igazolni. Úgyhogy igen, abszolút fontos ez számunkra, de soha nem azért, hogy utána lájkokat vadásszunk belőle, vagy megünnepeltessük magunkat. De igen, nagyon fontos, és ezt tanácsolom mindenkinek. A vízbiztonságot és az úszás alapjait tanítják a gyerekeknek a karcagi Akácsliget fürdőben. Évtizedek óta a nyári szünetben úszás oktatást tart az Akácsliget gyógy- és strandfürdőben Kun László úszóedző és Keserű Sándor. Sok szülő várta magát az úszás oktatást, és gyerekek is várták, hiszen visszatérő vendégeink vannak a gyerekek közül, családok közül, ha lehet úgy mondani, hiszen nyugodtan mondhatom, hogy több évtizede csináljuk már a nyári úszásoktatást. Valaki nyári úszótábornak hívja, valaki mencsvárnak tekinti a nagyszülők közül, hogy végre valamivel le tudja kötni a gyerekeket. Várják szülők is, várják gyerekek is, megmondom őszintén, mi is várjuk. Mindig új barátságok alakulnak ki köztünk és a gyerekek között, ha lehet így mondani, szülők között is, és gyakorlatilag van érdeklődés. A legkisebbek óvodások, a legidősebbek iskolások. A kicsiknél a vízhez szoktatással kezdenek, és folyamatosan jutnak el az úszás alapokig, a vízbiztonságig. Gyakorlatilag az első csoportunk mindig az óvodás csoport, vagy a még éppen nem iskolás kezdőcsoport van 8 órától, egy-egy óra hosszában, vagy a 2 hét alatt. Hát előfordul, hogy azért kisebb gyerkőc is becsúszik a csoportba, hiszen a nagy tesó jön, a kicsi nem szeretne kimaradni, akkor mondhatom azt, hogy rutinunk van már benne, és akkor próbáljuk a kicsit a vízhez szoktatáshoz, és akkor megelőzünk egy otthoni kis versengés vagy rivalizálás a testvérek között. Ez úgy gondolom, hogy normális keretek között, amíg a biztonság megengedi, belefér. Nagy létszámban nem merjük vállalni természetesen, de mindig vannak kivételek, tehát megoldható. Ez a szülőknek is nagy megnyugvás, hiszen ha elmennek nyaralni, már tudják, nem lesz gond a kicsikkel, ha strandra szeretnének menni. Van olyan gyerkőc, aki abszolút nem fél a víztől, és szinte ösztönös mozdulatokkal, majdnem hibátlan technikával, majdnem munkanélkülivé tesz bennünket, mert már tud úszni. De természetesen van olyan gyerek, aki a hajmosástól is fél, meg magától a víz látványától. Hát itt a félelem leküzdése, a hozzászokatás, én úgy gondolom, egy picit hosszú idő, de megéri. Tehát, hogyha most megbarátkozik a gyermek a vízzel, és nem egy félelemmel vagy egy undorral jön ki, akkor már megnyertük, hát utána meg gyakorlatilag bármit megcsinál nekünk. A nyári 10 alkalmas úszás oktatás első 9 napja a szülők hozzátartozók nélkül zajlik a tanúszodában. A 10. nap bemutató foglalkozással zárul, amelyre már a szülőket is várják az edzők, akik nagyon büszkék gyermekeikre a látottak alapján. A
10 napból szoktuk kérni, hogy 9 alkalommal ne is lássuk ide fenn a szülőket egyéb okok miatt, de a 10. nap, tehát az egy nyílt foglalkozás, és akkor vannak ám itt örömökben síró szülők, meg hát madarat lehetne fogadni a nagyszülőkkel is, meg csupa öröm és boldogság. Nyilván van, aki egy kicsit többet vár a gyerkőztől, de a gyermek nem azt hozza, amit elvárna a szülő. Meg kell győzni, hogy a 2 hét előtti állapotban mit tudott a gyermek, és 2 hét után mit tud produkálni egy úszótanfolyam után a gyermek. És ha apró lépésekkel haladunk előre, én azt mondom, az is nagy szó, egy ilyen közegbe, természetesen ez más közeg, mint egy tornaterem, és innentől lehet fejlődni. Tehát én mindig látok fejlődést, mindig látok egy kis könnyebbséget, mindig látok egy-egy apró mozdulatot, ami tovább segíti a gyerekeket ahhoz, hogy tudjunk úszni, tovább haladni az úszásban. Mélyen a zsebébe nyúl a magyar szülő tanévkezdés előtt, ugyanis egy általános iskoláskorú gyermek teljes beiratkozása akár 50 ezer forint is lehet, amennyiben a tanfelszerelések mellé új iskolatáska is szükséges. A beiskolázás költségeinek lényeges részét az iskolatáska teszi ki, 10-ből 8 gyermek fog idén újat kapni. Az alsós gyermeket nevelő szülők egyharmada 15 ezer forintnál többet szán a megfelelő darabra, míg a felsős tanulók szülei jellemzően a 10-15 ezer forintos árkategóriában vásárolnak. Alapvető tanszerekre 15-20 ezer forintot is elkölthetnek a szülők a gyermek tanévkezdésekor. A becsengetést megelőző időszakban 10%-os online és 5%-os áruházi kosárérték növekedéssel számolunk az előző évhez képest. Ezáltal webáruházi választásnál 10.050 forint, míg személyes vásárlásnál 6.830 forint átlagos végösszeget prognosztizálnak a boltosok. A felmérés szerint a szülők 97%-a a hagyományos oktatást preferálja az online tanítással szemben. A megkérdezettek szerint ugyanis az utóbbi miatt több feladat hárult a szülőkre, de a technikai problémák és ingerszegény környezet is a negatívumok közé tartozik. A felmérést a magyar tulajdonú Régió Játékkereskedelmi Kft. Közölte televíziónkkal. A Magyar Ifjak Világtalálkozója MIVIT a Kárpát-medencén túl és azon belül élő magyar ifjak találkozója, amelynek célja, hogy a Kárpát-medencében és azon túl élő magyar fiatalok egy fesztivál keretein belül ismerettségeket, barátságokat kössenek egymással. Megismerik egymás népszokásait, gasztronómiáját, hagyományait, és ha egy vékonyka szálon is, de újra kapcsolódjanak a magyar gyökereikhez. Az idei 7. találkozónak Karcalga Nagykunság fővárosa ad otthont. Ez minden évben más helyszínre kerül, és próbálunk olyan helyszíneket találni, ahol egybe fogadnak minket, szeretettel várnak, és nyilván a hely is alkalmas arra, hogy ennyi 80-90 fiatalt, kulturált szinten el tudjunk helyezni. Ugye csak főszezonról beszélünk, elég nehéz ilyen helyet találni, de Karcak teljesen ideális ebből a szempontból, és hát nyilván mindig máshova szervezzük ezt, pont azért, hogy Magyarország, illetve a Kárpát-medence egy-egy kis szegletét azon a héten azt mutassuk be. 9 országból vettek részt, egyébként ez általában 15 fölött szokott lenni. Sajnos a pandémia ugye ezt és egy picit meg létszámba ugyan nem, de az országok meg egy kicsit levágódtak, hogy úgymond, mert ugye nem volt lehetőség arra, hogy bizonyos messziről érkezők bejöjjenek az országba. Legalábbis még előtte, a rendezvény előtt egy 2 héttel ez volt a helyzet. Hál' Istennek most kinyílt, de ennyi idő alatt már nem lehetett, hogy a távoli országokból is eljöjjenek. Az Akácliget gyógy és strandfürdőben pénteken tartott konferencián Ács Tibor főszervező köszöntője után dr. Fazekas Sándor, földügyi kormánybiztos, korábbi földművelősügyi miniszter, Szepesi Tibor polgármester is arról beszélt köszöntőjében, hogy Karcag ma is őrzi hagyományait, az itt élők büszkék múltjukra és jelenükre. Évek óta tervezzük azt, hogy Karcag házigazdája lesz a MIVIT-nek, egy olyan rendezvénynek, amely összefogja a Kárpát-medencében, sőt az egész világon élő magyar ifjúságot, és Karcagra látogat ez a tábor.
ahogy az előttem szólók is mondták, ez idő alatt, a rövid idő alatt próbáltuk megmutatni a táj szépségét, az itt élő hagyományokat, próbáltuk önökkel, veletek megismertetni azokat az értékeket, amelyekre mi nagyon büszkék vagyunk. Nyilván nem lehet ennyi idő alatt mindent megmutatni, hiszen Karcag a központja a nagykunságnak, ahogy miniszter úr is mondta, a nagykunság fővárosa, szíve, lüktető ereje. Elindultatok különböző irányokba, megismertetek tájakat. Én bízom abban, hogy ez csak egy figyelemfelhívás volt, egy érdeklődésnek az elindítója, és a jövőben is egyre többőtökkel találkozhatunk majd akár itt Karcagon, akár különböző nagykunsági településeken. Külön örülök annak, hogy ez a találkozó itt jött létre Karcagon, ebben a fürdőben és ebben az épületben, hiszen először van ilyen jellegű konferencia itt nálunk. Erre építettük ezt az épületet, tehát különböző rendezvényeket, tanácskozásokat, konferenciákat szeretnénk idehozni a karcagi gyógyvízű strandfürdőbe, és ahogy veletek is megismertetni a karcagi hagyományokat, az itt élő emberek munkáját, tevékenységét, kultúráját, és azokat az épített és természeti értékeket, amelyek körbevesznek bennünket. Mindketten azt kívánták, hogy minél többet ismerjenek meg a nagykunság fővárosának hagyományaiból, értékeiből a jelenlévő 29 magyar ifjúsági szervezet képviselője. Gál Gergely, a miniszterelnökség miniszteri biztosa is elismeréssel szólt a MIVIT-ről, hiszen, mint fogalmazott, a táborozók között összekötő kapocs a magyar nyelv. Most a nagykunságot, az Alföldet ismerhették meg a történelmünkkel együtt. A köszöntők után minden ifjúsági szervezet képviselője aláírásával fejezte ki azon szándékát, hogy a Magyar Ifjak Világ találkozója minden évben, július első hetében a Kárpát-medence valamely településén újra és újra megrendezésre kerüljön. Ezt követően átadták a sportversenyek érmeit. Mint Ács Tibortól megtudtuk, spanyol-ciprusi, amerikai fiatalok mellett jó részt a Kárpát-medencéből érkeztek a táborozók, akik megismerkedtek a Hortobágyjal, jártak a Kenderesi Horti Múzeumban és a Tiszatónál is, de Karcag nevezetességeit is megnézték. Mi ragaszkodunk ahhoz, hogy nem ültetjük be a gyerekeket a padba, hanem elvisszük őket, megnézzük, megmutatjuk, meg tudja fogni, le tudja fényképezni, és azzal az élménnyel menjen haza, hogy nem a kivetítőn mutattuk meg neki a Szent Koronát, vagy a Vizsói Bibliát. Jelen esetben ugye Hortobágy az, ami közel volt, illetve hát Kenderesen voltunk a Horti kastélyba, meg a kriptába is, aztán voltunk a Tiszatavon kajaktúrázni, és még vár ránk azért egy pár nap. Péntek délután Rácz Turkevei Lajos mesterszakács vezetésével közösen főztek, szombaton népi játékokkal ismerkedtek, vasárnap a református templomban az Isten tisztelettel zárult a találkozó. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!